Jó, nem tudom, hogy mennyire figyelték a napi eseményeket. Elnök úr külföldön tartózkodik. Senki nincs itt van. Úgyhogy nem áll módunkban átvenni a önök általa hozott ajándékot. Legyenek szívesek, ha nem hiszik, kapcsolják be a Kossuth Rádiót. Abból megbizonyosodhatunk arra, hogy elnök úr gondolkodik. Nincs ezzel baj, hát én hiszek én önnek, hát nem viccelj, mert csak nem volt, hogy azt hiszem, hogy lepöbben. Amikor legutóbb 4-én itt voltunk, igen. Nem adom a házam mozgalom, a koppánycsoport itt voltunk, akkor is ugyanaz volt, ugye az országgyűlésben neki szerettek volna föltenni egy kérdést, és azt mondták, hogy a miniszterelnök úrnak halaszhatatlan elfogultsága miatt nem tud válaszolni, ezért már fog válaszolni a kérdésére. A felesége jött ki itt is a demonstrációnál. Orbán Viktor meg a székesfehérvári mérkőzésen volt. Ugye ez körülbelül nem hasonló eset, hogy most külföldön tartózkodik. Ha veszik a fáradtságot és tájékozódnak, úgy nyugodtan nézenek utána elnök úr feleségét. Még azt sem tudjuk mondani, hogy a feleséget különben. Én azért ezt átadnám, jó? Tehát... De nem vehetjük át. Akkor itt hagyjuk. Se a hely, se az idő nem alkalmas arra, hogy önök nyomatékosítsák a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy próbálják meg a miniszterelnök hivatalt, mondjuk hétfőn legyen. Van ügyfélszolgálat. És igazából az a baj ezzel. Hogy lehet, hogy a Csányi úr jobban megyünk oda ezt. Nem. Megyünk oda. Ha átadják majd ezt a levelet neki, meg ezt, akkor ő fogja tudni, miért neki szól. De uram, mi nem vehetünk át egy csomagot. Tehát itt van egy protokollja, csomag átvételnek az arra gond, hogy nem. Ugye van neki egy kutyája, úgy hívják, hogy Kövér László. Ő megsértette a magyar népet 3 napon keresztül. Erről a miniszterelnök úrnak tudnia kell. Nekem úgy is jó, hogy a csontot ide leteszem, a papírt adom át önnek, és ezt adják át, amikor alkalmas lesz. Ha nem önök, de az önök vezetője, nekem az se probléma, ezt önökkel eldöntjék. Elolvasom, hogy mit írunk a miniszterelnök úrnak. Tisztelt miniszterelnök úr, ezt a csomagot Kövér László nevű kutyájának hoztuk. Azért kutya, mert gyáva volt. 3 napig vártunk rá a háza előtt. Nem mert velünk szóba állni. Csont, hogy ne éhezzen, mint 10 000 Magyarországon. Rövid póráz azért, hogy ön kézben tudja tartani, és ne járassa le az országot. Dátum és aláírások. Ha nem vehetik át a csomagot, én innen leteszem, ide hoztuk, nem fogjuk el. De onnan nem fogják szállítani, onnan. Biztos. Nézd, az már a mi dolgunk, én itt hagyom. Ezt viszont gondolom áthatatják, hiszen ez nem csomag. Hát mi nem vehetjük át, uram. Ugye van neki egy kutyája, úgy hívják, hogy Kövér László. Ő megsértette a magyar népet.